Szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét engem ért a megtiszteltetés, hogy megtartsam a mai Dharma beszéd bevezetőjét. Ez már a második alkalom, a legelső decemberben volt, és akkor én naivan elkönyveltem magamba, hogy ez is kipipálva most egy-két évig biztosan nem fog erre sor kerülni. Tévedtem. Kapufa, ilyen az élet. Amiről pedig szeretnék beszélni nektek, az a létezésünk három alapjegye. Ez a három alapjegy pedig az, hogy a létezésünk feltételhez kötött, tökéletlen és múlandó. Először is kezdeném a feltételekhez kötöttséggel. Ez az, amit mostanában manapság különösen nem akarunk észrevenni, hogy több feltételhez is kötődik a létezésünk. Ilyen például a levegő, víz, étel és a szeretet. És nagyon ügyesen dolgozunk a felé, hogy ezeket, van még több is, de hogy ezeket a nélkülözhetetlen feltételeket ellehetetlenítsük, vagy legalábbis ne úgy működjenek, ahogy eddig. Gondolok itt környezetszennyezésre például. Nagyon, nagyon jól megfigyelhetők tendenciák, amik azt mutatják, hogy jó irányba haladunk afelé, hogy a bolygónk már ne tudja teljesíteni esetleg azokat a feltételeket, amik a mi létezésünkhöz szükségesek. Reménykedjünk benne, hogy ez még visszafordítható, és vissza is tudjuk fordítani. A másik feltétel, amiről beszélni szeretnék, az a tökéletlenség. Talán mondhatom, hogy számomra ez az egyik legkellemetlenebb ismérve a létezésünknek, ugyanis elmondhatom magamról, hogy eléggé maximalista természet vagyok. Tehát mindig szeretem mindenből kihozni a maximumot, hogyha valaminek nekiállok, akkor az szeretem, hogyha tökéletes közelében van, és rossz elfogadni, hogy ez nem működik mindig így, sőt, szinte sohasem működik így. Sőt, nagyon gyakran kontraproduktív is lehet, és nagyon komoly hibákat el lehet követni azzal, hogy hajszoljuk a tökéletességet. Erre van is egy történetem, ami 2 évvel ezelőtt esett meg velünk, amikor költöztünk külföldről Magyarországra. A lakás átadás előtt jó alaposan átvizsgáltam a lakást, és próbáltam felfedezni, hogy mi az, amiket hibákat vétettünk, vagy valamit tönkretettünk, és javítgassuk. És a plafonon észrevettem egy nagyon-nagyon pici kis hibát. Tényleg egy ilyen 1-2 milliméteres kis foltra kell gondolni. És jött az ötlet, hogy hát ezt én kijavítom, legyen tökéletes. Mert valószínűleg mi okoztuk azt az apró kárt. És a lényeg az, hogy hosszas igazítgatás és próbálgatás után, hogy itt kicsit ráfestek, ott megcsiszolom, akkor az már nem ugyanaz az árnyalat, mint ami az eredeti volt, akkor az már egyre jobban látszódik. A lényeg az, hogy néhány nap alatt sikerült egy körülbelül 20 centi átmérőjű foltot összehozni, az amúgy kis 1 milliméteres, senki által amúgy nem észrevehető foltból. És ez mind azért volt, mert a tökéletességet próbáltam hajkurászni, és ugye, ahogy elkövettem az első hibát, hogy hozzányúltam, akkor meg már rosszabb lett, mint az előző állapota volt. És azt meg hát megint tovább kell javítani, hiszen rosszabb, mint az előző, és ez egy végtelen ciklus, amiben páromnak sikerült végre mondani, hogy jó, most már menthetetlen kép, hagyjuk úgy, ahogy van, jobb már nem lesz, csak rosszabb lehet, hogy 40 centi átmérőjű lesz. És igen, sajnos ez így működik az életünkben, hogy gyakran pont az ellenkező hatást érjük el azzal, hogy a tökéletességre törekszünk. A tökéletességre törekvésről még eszembe jutott az első elvonulás, amin részt vettem. Ott az első vagy a második formális étkezésnél is előjött ez a hiba. Nem volt még teljesen tiszta, sőt inkább egyáltalán nem volt tiszta, hogy pontosan hogy is zajlik a formális étkezés. Annyira emlékeztem, hogy ugye nem hagyunk maradékot. És akkor én gondoltam tényleg az első vagy a második étkezésnél, hogy hát, hogy nem vette még azt észre senki, hogy de hát ott marad a víz. Mert hát ugye én akkor azt nem tudtam, hogy ez valójában felajánló víz, hanem csak gondoltam, hogy a végén összegyűjtjük a maradékot, ami kimarad.
És akkor én gondoltam, hogy annyira tökéletesen akarok először vagy másodszorra formális étkezni, hogy még a felajánló vizet is megittam. És utána, ahogy néztem a szomszédomat, meg a gyakorlatvezetőt, úgy akkor döbbentem rá, lehet, hogy ez nem a legjobb lépés volt, és itt is kicsit kontraproduktív volt az, hogy nagyon tökéletesen még a víz sem maradjon meg annyira elfogyasztani mindent. A harmadik tulajdonsága a létezésünknek pedig ugye a múlandóság. Ez is egy olyan dolog, amit nem annyira szeretünk észrevenni, ameddig lehet. Nekem ezzel kapcsolatban van egy gyerekkori élményem. Nem is tudom, hány éves lehettem, körülbelül olyan 3-4, maximum 5, amikor is otthon feküdtem a sötétben, éppen lefekvéshez készültünk, és valamiért nagyon erősen úrrá lett rajtam a mulandóság érzése. Nagyon nagy súly nehezedett a mellkasomra, és tényleg nagyon elkezdtem érezni azt, így nehéz szavakba foglalni, hogy ez így el fog múlni. És ez véges, és egy nagyon furcsa, ürességszerű érzést éreztem, amit nagyon nehéz volt megmagyarázni, és így kisgyerekként ettől nagyon meg is ijedtem ettől az érzéstől, úgyhogy gyorsan berohantam anyukámhoz sírva, hogy ez micsoda, az én létezésem is múlandó-e. Hát és reménykedtem, hogy azt a választ fogja adni, hogy nem, hát ez persze, hogy nem így van, de hát sajnos már nem emlékszem, hogy pontosan milyen választ kaptam, de valami olyasmi lehetett, hogy igen, sajnos múlandó, viszont most még nem kell ezzel foglalkoznom, hiszen még nagyon, nagyon kicsi vagyok ahhoz, hogy ezzel foglalkozzam. Megint utána kitaláltam magamnak azt is, hogy nem baj, most még múlandó, de majd biztos, hogy kitalálunk valamit. Még van 50-60 éven biztos, legalábbis remélem, majd addigra tuti kitalálunk valamit, hogy ne legyen múlandó. És valamilyen értelemben lehet, hogy a zen ilyen szempontból jó, mert lehet olyan dolgokról tanulni, ami rávilágít arra, hogy még hogyha valamilyen síkon múlandó is van, egy másik sík, ahol esetleg nem annyira múlandó, és megy tovább. És természetesen ez a három ismérve a létezésünknek egyben lehet negatív is, tehát felfoghatjuk úgy is, hogy ez nem annyira jó, hiszen ellenünk dolgozik, de valamilyen értelemben viszont lehet egy pozitív oldalát is nézni. Például a múlandóságnak is van pozitív oldala, lehet, hogy nem is lenne olyan szuper dolog 5-600 évig élni, persze lehet, hogy függ attól is, hogy milyen állapotban van a testünk, de a lényeg az, hogy még talán a múlandóságnak is megvan a pozitív oldala. Ugyanúgy a helyzetek is múlandók, például ez a dharma beszéd bevezető is múlandó, egyszer véget fog érni. és ez minden aspektusára igaz az életünknek. Igen, és a feltételhez kötöttségnek is van pozitív oldala. Ugyanúgy a számunkra kellemetlen tulajdonságoknak is vannak feltételei, amikkel tudunk dolgozni, és hogyha megváltoztatjuk vagy eltüntetjük azokat a feltételeket, akkor így azokat is megváltoztathatjuk. És én úgy érzem, hogy a zen segíthet abba, hogy ezeket a feltételeket a helyükön kezeljük. Én legalábbis úgy érzem, hogy az elmúlt 5 év gyakorlás egy kicsit segít helyre tenni ezeket az amúgy hátrány vagy nehézségként is felfogható feltételeket, és nézhetünk rájuk úgy is, hogy segítsék az életünket. Ennyit szerettem volna most a bevezetőben elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és további jó elvonulást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!